A 18. Zsoltár a mai zsoltárunk, Dávid zsoltára. A Bibliánkban azt olvassuk a fejlécben, az írásban a rövid cím összefoglalóban, hogy azon a napon, amikor az Úr megszabadította az ő ellenségei, és saul király kezéből. Isten szabadító Isten, és alig van olyan zsoltár, mint ez a 18. amelyik olyan szimbolikusan is olyan olyan erős jelképekkel adná vissza az Isten különleges szabadítását, ahogy az Isten megindul és megrendül a föld, a hegyek alapjai meginognak, mert haragra gyúl, füstszál fel órából, szájából, emésztő tűz, izzó parázs gerjed benne, lehajtja az eget, leszáll, és homály van az ő lábai alatt. De ennek a zsoltárnak, ennek a hosszú, szép zsoltárnak, mert 51 versből áll, mégsem ezek a versek adják az igazi üzenetét, hanem azok a versek, amelyeket én szeretnék kiemelni, és amelyekkel szeretném összekötni ezeket a szakaszokat is. Az Isten gondviselő, szabadító, tevékeny Isten. De hogyan tapasztalhatja meg az ember az Isten szabadítását? Hallgassuk a Zsoltár részeit. A karmesternek Dávidé, az Úr szolgájai, aki azon a napon mondta el az Úrnak ennek az éneknek a szavait, amelyen az Úr megszabadította minden ellensége és Saul kezéből. Ezt mondta, Szeretlek, Uram, én erősségem. Az Úr én kősziklám, váram és szabadítom, az én Istenem. Kősziklám, ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó és megszabadulok az ellenségeimtől. A halál kötelei vettek körül, és az istentelenség árja rettentett engem. A sehol kötelei vettek körül, és a halál csapdái fogtak meg. szükségemben az urat hívtam, és Istenemhez kiáltottam. Meghallott a hangomat templomából, és kiáltáson fülébe jutott. Megindult, megrendült a föld, s a hegyek alapjai inoktak, megindultak, mert haragra gyúlt. Pálapostól egyik kedves Zsoltára volt a 18. Zsoltár. Híres újszövetségi írásában, a Róma beliekhez írott levélben, annak 15. fejezetében, a 9. versben hivatkozik erre. Hogy az ember, aki megismer Isten szabadítását, dicséri az Urat a nemzetek között, és éneket zeng az ő nevének. Az apostol szerint, csak úgy, mint a Zsoltáros szerint, az Isten szabadítása olyan tökéletes ebben a világban, a benne bízók irányába, hogy a többi ember számára, ahogy az Ószövetség és Újszövetség hívei ezt egészen meglepő módon gondolták végig, a többi népek, az úgynevezett pogányok számára is nyilvánvaló. Az apostol éppen ezért úgy hivatkozik erre a Zsoltára, mint egy olyan ember bizonyságtevésére, aki miután megtapasztalja, hogy Isten megszabadította őt, elmegy és hirdeti a más embereknek is, akik nem hisznek Istenben, vagy akik az ókori világban pogány isteneket és pogány vallásokat követtek. Így terjed az evangélium, mondja az apostol. Ezt jelenti az örömhír, a jó hír terjedése. Isten megszabadít téged napról napra, és te ezt elmeséled a körülötted lévő embereknek, hogy az ő szívükben is hit gyújjon, és világosság. Szeretlek, Uram, én erősségem, mondja a Zsoltáros az első versben. Szeretlek, Uram, mert olyan jó megtapasztalni, hogy erős vagy. Olyan jó megtapasztalni, hogy te vagy az én várom, az én kősziklám. A kőszikla kifejezés nem kevesebb szer, mint öt alkalommal szerepel ebben a Zsoltárban. Az Isten a kőszikla, a rendíthetetlen, a szilárd. Az Isten az a kőszikla, amelyik ugyanott marad az évek, évszázadok, évezredek alatt is a menedék, amire bizton vethetjük lábunkat, és nem ingunk meg, mert szikla, mozdíthatatlan. Az Úrhoz kiáltok, és dicséretre méltó, mert megszabadít ellenségeimtől. Még ha a halál kötelei is vettek körül, a sír kötelei vettek körül, mondja Dávid, és az istentelenség árja rettentett engem. Szükségemben az Urat hívtam, és Istenemhez kiáltottam meghallotta a hangomat, és kiáltásom fülébe jutott. A Zsoltáros meglehetősen nagy teret szán ezek után annak, hogy hogyan is szabadít az Isten, és hogyan szabadít meg az Isten, és az Isten szabadító munkáját három fő területen mutatja be. Azt mondja, hogy Isten először is megállíthatatlan. Ha megindul, hogy megszabadítsa az ővéit, akkor semmi meg nem tudja állítani. Megrendül a föld, a hegyek alapjai meginognak, mert haragra gyúlt, mert felkelt, hogy ítéletet szolgáltasson, füsszál fel órából, szájából emésztő tűz, olvassuk a kilencedik versben, lehajtotta az eget és leszállt, homály volt lába alatt, kérubon járt és szelekszárnyán suhant, kilőtte nyilait, szétszórta őket, villámokat, röpített, az Istent a megállíthatatlan, szabadító, hatalmas, erős Istenként mutatja be a zsoltáros. Természetesen Istennek se villámokra, se gyúló parázsra, se izzó tűzre nincsen szüksége ahhoz, hogy szabadítson. De a természeti képek, a maguk jelképes üzenetével, mind-mind azokat az erőket használják fel Isten erejének a bemutatására, amik a megállíthatatlanság, az ellenállhatatlansága, mindenképpen megszabadít gondolatát tudják kifejezni. Olyan szépen lágyul és enyhül ez a képi leírás a 16. 17. versében, hogy mikor Isten odaér a bajba jutott emberhez, miután a természet minden erejét megmozdította, gyengéden lenyúl a magasból, fölvesz engem és kihúz a nagy vizekből. A tenyerére vesz. Megérkezett, és semmi meg nem tudta állítani, hogy aztán amilyen gyengéden, könyörülően és törődően csak teheti, az ő kezérbe vegyen. Megszabadítottál erős ellenségemtől, rám törtek a veszedelem napján, de te tágas helyre vittél ki engem, kiragadott engem az Isten, mert kedvét leli bennem. Igen, az Isten tud szabadulást adni minden fizikai helyzetből és minden lelki bajból. Ám miközben nem minden fizikai problémát old meg ezen a világon, mert nem teheti. Minden lelki bajban képes visszaadni az ember békességét, reményét és hitét. Olyan szépen olvashatjuk a következő versekben, hogy azok után, hogy megszabadítja, igazolja is az embert. Megmenti és elmondja, hogy megőrizte az én utamat, hogy fethetetlen volt, ezért az Úr az én igazságom szerint fizetett nekem, mondja a Zsoltáros. Megszabadít és megvéd, védő ügyvédünké válik az Isten. Mert tudja, hogy a rosszal szemben, az ördög minden vágyával szemben arra az igazolásra, arra a védelemre van szükségünk, amit Isten az ő közben járó munkájával, új szövetségi értelemben Jézus Krisztus és a Szentlélek vigasztaló munkája, Tud nekünk adni. Megtartod a nyomorult népet, és megalázod a kevés szemeket. Foglalja össze a 28. versben a gondolatokat. Dávid a Zsoltáros. Majd így folytatja. Mert te gyújtod meg a mécsesemet, az Úr az én Istenem megvilágosítja a sötétségemet. Miután az Isten kimentett, az én mécsesem kanócát újra lángra lobbantja újra világítani tudok. A ragyogok, mert ő megszabadított engem. Sötétben voltam, és most világosságát tett engem mások számára. Ez az az üzenet, az örömhír, az evangélium, amit majd az új szövetség fog részletesen bemutatni. Azoknak az embereknek a példáján keresztül, akik Jézus Krisztus kereszt halálában úgy érezték, mindent elveszítenek, pedig akkor nyerték el azt a legnagyobb ajándékot, ami által Isten meggyújtotta az ő világosságukat, és a tanítványokból apostolok lettek, akik elmentek, és a világ legkülönbözőbb sarkaiban, zegében, zugában hirdették a jó hírt, az evangéliumot a nemzetek között, és éneket zengtek az ő nevének. Olvassuk az 50. versében a Zsoltárnak. Mert általában táboron is átfutok Istenemmel, kőfalon is átugrom. Ez volt a tanítványok és az apostolok tapasztalata, csak úgy, mint a Zsoltárosé és mindenkor hívő emberévé. Kihúztál a mély vízből, tenyeredre vettél, megtisztogattál, majd felkapcsoltad a világosságot a lelkemben, meggyújtottad a fényt. És hirtelen nem csak, hogy visszanyertem az erőmet, hanem nem ismerem a lehetetlent. Táboron is átfutok, az ellenség táborán keresztül is megteszem az utamat. Kőfalon is átugrom, Isten nem csak szabadítani akar minket, hanem Isten erőssé, bátorrá tenni. Megtanítani a harcra, a győzelemre. Hogy a 35. versben őt mondja, ő tanítja kezemet a harcra, karom meghajlítja az ércíjat. Üdvösséget, pajzsát adtad nekem, teret adtál lépteimnek, felüvesztél engem erővel a harcra. A vesztesből győztes lesz, a rabból szabad, a szomorkodóból az örömhír küldötte is követe. Aki nem ismeri a lehetetlent, átfut az ellenség táborán, és átugrik a kőfalon, mert megtapasztalta Isten igaz beszédeinek az erejét. Megtapasztalta, hogy mit jelent az, hogy az Isten útja tökéletes, és az Úr beszéde szintiszta amikor az ember a Szentírás lapjain keresztül, az ige szavain keresztül, vagy az evangélium örömhírén át megismeri Isten jellemét és jóságát, Megismeri azt, amit a Zsoltáros így mond, hogy az Isten pajzsa mindazoknak, akik benne bíznak, mert kicsoda Isten az Úron kívül, és kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül, akkor a teszeptosza, félszeg, bátortalan, és az előbb még a mély vízben fuldokló ember békességgel, örömmel és reménnyel éli meg a hitét és a szeretetét mások felé. Isten megtanítja harcolni, juthat eszünkbe az Efézusi Levél ige szakasza, ahol szinte ennek a Zsoltárnak a folytatásaként a lélek fegyvereiről olvashatunk, hogy az Isten az üdvösség sisakjától kezdve a békesség evangéliumának a sarujáig felöltözteti az embert. Hogy ne csak ne veszítsen, hanem nyerjen csatákat, és tanítson meg másokat is a, a, győzelem jó hírére. Az Isten kőszikla szeretetének mozdíthatatlan jóságának az igazságára. Isten az, aki erővel övesz fel engem, és tökéletessé teszi utamat, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és magaslatokra állít engem. Él az Úr, és áldott az én kősziklám, magasztaltassék hát üdvösségem Istene. Ezért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek nevetnek. És amikor visszajutunk a híres igéhez, amit Pál Pálapostól a Római Levél 15. fejezetében idéz, a evangélium világszéles hirdetésének a zsoltárokban leírt jövendőléseként, akkor persze más igék is eszünkbe juthatnak, a kőszikláról, a mozdíthatatlan és erős Isten országáról, Arról az országról, amelyről Jézus Krisztus is azt mondta Máté Evangélium hetedik fejezetében a hegyi beszédben, hogy az az ember, aki bölcs, az azért bölcs, mert az ő házát kősziklára építi. És amikor jön a szél és az árvíz, és jön a háborúság és a nehézség, akkor nem rendül meg a ház, mert kősziklára épült a ház a kőszikláról eszünkbe juthat az a gyönyörű ígéret, amit Jézus Krisztus maga adott Péter apostolnak, Máté Evangélium a 16. fejezetében, amikor arról beszél arról a róla vallástevő Péternek, hogy te vagy az élő Istennek fia, azt mondja, hogy te Péter vagy, és ugye a Péter szó jelentés egy mozdítható, guruló kő, de én a kősziklán építem fel az én anya szent egy házamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. A kőszikláról eszünkbe juthatnak nem csak a Zsoltáros, nem csak az Evangélium igéi, de Dániel könyvének az a nagyszerű jövendőlése is a második fejezetben, amikor a földi országok és világbirodalmak után az állókép, amelyik egy rettenetes, nagy emberi alak formájában a világbirodalmakat ábrázolta, Babilontól médó át, a görög hellén világbirodalmon keresztül Rómáig, és egészen a történelem végéig, az európai államok történelmének a feltárásáig, azt olvassuk, hogy egy kis kő ledöntötte ezt az állóképet, semmi nem maradt belőle, és ez a kicsi kő pedig nagy sziklává nőtt, amely örökké megáll, mely az Isten országa mely Jézus Krisztus országa, aki a kőszikla. Ez a kőszikla az emberi élet békéjének, reménységének a záloga ebben az életben. Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítom. Az én Istenem kősziklám, ő benne bízom. Kicsoda olyan kőszikla, ami Istenünkön kívül. Él az Úr és áldott az én kősziklám, magasztaltassék hát, üdvösségem Istene. Az Isten adja mindannyiunknak, hogy amikor mozog a lábunk alatt a talaj, amikor elfáradunk, amikor megszédülünk, amikor minden bizonytalan, akkor újra és újra megtapasztaljuk, hogy Isten a mi kősziklánk, és a ráépített házat semmilyen vihar nem tudja romba dönteni. Az Isten adja ezt a reménységet és ezt a tapasztalatot a mi életünkbe is. Úgy legyen.